Rengeteg titok és érdekesség lengi körül az 50 évvel ezelőtt megjelent Élő Omega című nagylemezt. Megszületését és kiadását számtalan fehér folt övezi, és fél évszázadon keresztül mindenki csak találgatni merte az igazságot ezzel az albummal kapcsolatban. Vendégeink segítségével hamarosan a rejtélyek nyomába eredünk. Hát ezt a dalt mindig jó hallgatni, és köszöntjük a Libretto stúdiójában Molnár György Kossuth és Liszt Ferenc Díjas gitáros zeneszerzőt és Trunkos András menedzsert. Jó estét kívánom! Aki most már hagyatékkezelő is. Na tessék! Ez jutott, hogy néztem a Mekitot, hogy ennyi jutott nekünk. Gyurival itt kint beszélgettünk, aztán kérdezhettek. Kint beszélgettünk, és azt mondja, hogy most írja, azért mégis ír egy-két nótát, aminek az egyiknek az lesz a címe, hogy az utolsó Mohikán. Mondom, Gyuri, ez így igaz. Na, inkább akkor... Ketten maradtunk ugyan, de a debreceni a Sziú, én meg Delavár. Ez a... De egy igazi relikviákat hoztatok most ugye ide, mert hogy az asztalon látjuk a díszdobozos kiadást is, meg látjuk az eredeti Élő Omega lemez kiadást is. Egy picit fejtsük meg akkor itt a rejtélyeket, amiről már ugye beszéltünk az előbb, hogy tulajdonképpen akkor hogyan született ez a lemez? Mert hogy vannak, akik azt mondják, hogy koncertfelvételen, és vannak, akik pedig azt mondják, hogy igazából ez egy stúdiófelvétel volt, hogy akkor tegyünk igazságot, hogy ez pontosan. Ez nagyon kalandos, picit igazuk van egyiknek, meg a másiknak is, de a fő igazság az, hogy ez a téli turnénkon felvettünk körülbelül 10 vagy 15 koncertet. És az lett kiválasztva a 10 legjobban, vagy nem tudom hány szám van rajta, 6 vagy 7, legjobban sikerült felvételt, azt raktuk föl rá. Természetesen, hogy voltak stúdió munkálatok, kicsit kozmetikázni. Van egy olyan is például, tehát most az újonnan megjelentnek, az az érdekesség és az izgalma, hogy egyszer ugye újra van keverve ez a úgynevezett plélemez. Utána van mellette egy, amit egy rajongó így vett fel a koncerten egy szál mikrofonnal, az megint egy CD, és akkor van egy harmadik variáció, amit szanaszét szedte a hangmérnök ízekre végül is ezt az élő dolgot, mert ez két UR magnón lett fölvéve, tehát egy két-két sávos magnón lett fölvéve, akárhol, akárhogyan, teljesen lényegtelen, de azon lett fölvéve, és szétszette ízekre, és csinált belőle egy vadonatúj keverést, amire én is úgy leesett az állam, hogy hú, ilyen jók is tudunk lenni. De azért azt még mondjuk már el, azt mondtad, hogy nehéz körülmények között született ez a lemez, és ez, talán úgy fogalmaztál, hogy ez most nem számít, de mégis miért kellett ennek a lemeznek egy egyszerű magnó felvétellel megszületni? Mert mi volt az oka, akkor én nem vonultatok stúdióba? Igen, hát megpróbáltak tönkretenni bennünket egész egyszerűen, Erdős Péter volt az egyik ilyen fő ludas ebben, meg természetesen az a két ember, aki elhagyta az Omegát. Ők azt hitték, hogy ha távoznak az Omegából, akkor a rajongó tábor, a közönség is velük megy, mi pedig ilyen halunk, hogy mindenki ugye mehet. Ugye Presser Gáborról és Laux Józsefről van. Ja, én nem neveztem nem én senkit. Mehetünk utcaseprőnek, csak az volt a probléma, hogy mi már előtte is elég sokat beszélgettünk erről, meg a Mihály Tomival, mi egymást úgy titokban úgy hív, én Liszt Ferencnek hívtam, ő meg engem Mozartnak. Úgyhogy egy-két szerzeményünk volt az előző lemezeken, de nagyon nem jutottunk szóhoz, és ebben a szituációban, ahogy ők ugye eltávoztak, ő kinyílt a világ, kinyílt a tér. Meki abba akarta hagyni, hát meg vagy őrülve? Hát most indul az élet,
és teljesen igazam volt, mert ebből a lemezből adtunk el 1,5 milliót, és aztán szép sorban mindegyik beadtunk szintén körülbelül ugyanennyit. Ez úgy indult, hogy a lemezgyár nagy kegyesen 50 000-et kinyomott belőle, mondta, hát annyit biztos el fognak vinni, hogy nem kellenek ezek senkinek. Rá két hétre az NDK rendelt 50 000-et megint, és a magyar kereskedelem meg megint rendelt vissza 50 000-et, mert pillanatok alatt elkapották. Tehát úgy indult a dolog, hogy amit ők leírtak, lemezt, hogy az 50 000 elég lesz, az rögtön 150 000-rel indult, és akkor NDK megint utána rendelt. És András, miért fémborító? Sőt, miért kétfajta borító? Igen. Elmondom, én erről a dologról ott vagyok értesítve, hogy van nálam egy hagyatéki könyv, amit a Meki mondott tolba az elmúlt 50-60 évről, és abban erről is szó van, mert nyilvánvaló, hogy akkor én még autogramot kértem tőlük, nem voltam köztük. Hogy mondjak erre valamit most egy kicsit objektívebben? Valójában a kettéválásnál nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy a piciék inkább ez az amerikás funk és rock felé mennek, a Gyuriék pedig itt bizonyították, ez az első igazán komoly hard rock lemez, hogy ők meg ez irányba mentek. Tehát valójában én azt gondolom, hogy túl az akkori esetleges keserűségem vagy rossz érzésen, ez egy természetes válás volt, mert két külön történetről volt szó. A Lokomotív GT-nek és Presser Piciéknek is a maguk módján igazuk volt, az Omegának is a maga módján. Ami pedig, ez azért fontos, ami pedig a lemezt illeti, nyilvánvaló, hogy a hanglemezgyárban, ezt Mekitől tudom, a hanglemezgyárban dönteni kellett, és ők úgy gondolták, hogy a Lokomotív GT. Ezért különösebben nem tettek semmit, de például nem volt papír, nem volt festék, nyomda, nem volt stúdióidő, és ezt egy TS melléküzamák hozta össze, az időben volt ilyen, hozta össze, hogy akkor alumínium lemez, és ezzel a színnel. Na most tehát az akkori viszonyoknak megfelelően a szín is elfogyott. Ettől a piros után a kék, vagy a kék után a piros, de még beszélnek arról, hogy sárga és zöld is volt. Ez próbanyomat volt. Sárgát már láttuk, zöldet még senki, de beszélnek róla. Tehát az akkori gazdasági és strukturális helyzetnek megfelelően alakult ez a csoda, és amikor most az utóbbi pár évben Németországban is játszottunk föl le, nagyon sokszor kerül elő ez a lemez, hogy írjátok alá, nagyon-nagyon kedvenc lemez. Még egy mondat, nyilvánvaló, hogy ezen a lemezen hallható a pár olyan nóta, ami idézi azt a hangulatot, ami a ketté szakadást jelent. Egyébként, ha már a nótákról beszélünk, és ígértünk a nézőknek azt, hogy sok Mendemondáról most fellebentjük a fájtlat, Szeszapó ő végül is akkor ki volt? Vagy ki? Endrei? Igen. Mi volt a keresztény? Hát akkor Tibor, nem Erdős Tibor, Péter. Tibor. Ne, az Tibor. Az Erdős Péter, az egy másik. Azt felejtsük el, inkább. Ez egy bűvályos, tündéri, nagyon kedves ember volt. És ott kattogott egy időben ott az orrunk előtt a fényképezőgépével, nagyon nem szerettük, ha az orrunk előtt kattogtak. Hát csak azért is, mert fölment a színpadra. De megkérdezte, hogy följöhet a színpadra, mondjuk, hogy gyere föl, és akkor mondtuk, hogy hát tapsolj a közönség felé. Hát a közönség megőrült érte, fölpattantak és mindenki tapsolt, utána be lett építve végül is a műsorba, hogy mindig volt egy szám, amiről ő följött és tapsolt. És ő lett Szeszapó. És ez ő, is azt ő mondta, volt a szexapó, de ezt nem fogadta el a hanglemezgyárba Erdős Péter, mert azt hitte, hogy rá akarunk utalni ezzel, életünkben nem néztük ki belőle, hogy ő szexapó. Ezért lett Szeszapó, és ez is azt mutatta, hogy az a Omega él. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.